Szevasztok! Délelőtti adások lettek az estiből, mert megkeveredtem egyik nap, ugyanis elszámoltam, hogy hány meccs van hátra. Ugyanis volt egy ilyen szóló mérkőzés, Sunday Night, vagy mi a fene volt az, ami kiment a fejemből, úgyhogy azt hittem, hogy még a maradékból az két négyes csomagba ki tudom rakni, aztán ott kivártam, de aztán eszembe jutott, hogy ha nem jön ki. És így, egy meglévő anyagot gyorsan összecsomagoltam, aztán kiment úgy, ahogy. De hát nem baj, mert így is meg lehet oldani, hát mindig van az az osztó, amivel ki tud menni, legfeljebb lesz maradék. Úgyhogy most itt vagyunk, újabb három meccsel készültem, de teljesen nyugi van, mert így is úgy is le tud menni természetesen a forduló, még mielőtt elkezdődne a második. Második preszezon forduló meg egyébként úgy lesz, hogy első nap egy meccs, második nap három, úgyhogy azokat majd megint csak összebírom csomagolni, hogyha minden csodálatosan sikerül, majd látjuk. De egyelőre mi maradjunk az első hétnél, és akkor itt kiváló mérkőzések, vagy nem olyan kiválóak. Itt van például rögtön ez a Dallas Denver. Dramaturgiailag lehet, hogy jobban jártunk volna, hogyha nem ezzel kezdem, de hát tudjátok, tőlem az igazságot kapjátok, itt nincs cselezgetés. Ezt láttam időrendben legelőször, úgyhogy erről beszélek időrendben legelőször, de hát ez megint valami borzasztó volt. Még a Texans Saints, hát az se volt jó, ugye, előző nap, de ott legalább viccesen rosszak voltak. Itt meg hát nem volt vicces egyáltalán, ez egy szomorú mérkőzés. Eleve ugye látom, hogy az elején kijön a csere csapatával a Cowboys, titkolóznak. Teljesen egyetem, amit megértek, tehát én azt gondolom, hogy a Cowboys ez tuti visszaesés, nem akarták már most megmutatni McCarthyék, hogy fiúk, itt baj van, úgyhogy majd csak később haragudnak rá a szurkolók, hát teljesen jól van ez így, de hát ez a mi preszezon figyelő szemünknek ez nem kedvez. Úgyhogy Cooper Rush 3 and out, hát mit csinálna? Nagyon lusta operatőri munkát látunk egyébként egymás után két playben is. Leragadt az emberünk a line of scrimmage-en, pedig onnan néha elmegy a labda, főleg pontnál. Utána ezt a tippet megadták neki, hogy figyelj, már pontnál van, akkor mozgass már azt a szart arra, hogy amerre a labda megy. Ja, mert elmegy? Hát legtöbbször igen. Nem játszik Russell Wilson. Hát mit szól ehhez a Jerry Jones, érted? Azt gondolta volna, hogy figyeljetek már, hogy lehetne preszezonból sok pénzt kiszedni. Hát abból nem igen lehet főnök. Ó, de hogyha Russell Wilson ellenünk mutatkozna be, hát akkor azért oda kapcsolnának, nem? Nem kapcsolnak oda, mert nincs Russell Wilson. Ezt kimondja majd meg az öreg Jonesnak. Én azt szeretném azt a beszélgetést hallgatni. Visszahordó szerepkörében Montreal, Washington, imádni való Samford öreg diák, tavaly neki volt legtöbb yardja az FCS-ben. Hogyha beleveszük a visszahortást is, ami nyilvánvaló csalás. De hát itt mondják, hogy imádni való játékos Denverből a campben. A campben mindenki annak számít nagyjából. Gallimore játszik a Cowboys-ban. Egy olyan játékos, akinek talán kezdőnek kéne lenni, de hát hogyha itt most játszol, akkor nem vagy az. Minusz yardos szerelés. 3. és 14-re Montreal Washingtonnak egy screen játék, de nem jut el hozzá, incomplete-ot dobott ki Johnson csapat irányítója. Hát, pedig hogyha sikerült volna kezébe juttatni Montrealnek, hát a 3. és 14-et azt kipipálja, meg lett volna, de nem jutott hozzá, akkor pont. Ez egy hosszú meccs lesz, tehát itt már látom a jeleket. Meccsből mondjuk keveset látni, mert a Walton beszél, aki meg megvette a csapatot, úgyhogy hát most az is... Nem tudom, hogy jobb-e, hogy keveset látunk a mérkőzésből, de egy Cowboys 3 and out-ot azt ki tudok nyomozni. Beszéljünk akkor Denverről, hát ha arra rávált a rendező. Hintontól kiszedik a last exet, de szabálytalankodnak, úgyhogy nincs turnover. Josh Johnson, én azt hittem, bárkivel képes összejátszani és osztogatni a labdákat, mert hát egy szuper veterán irányító, 30 csapatnál játszott, de... Hát most ez bedől ez a teória, mert ezekkel a denveriekkel nem játszik össze. Jön a belga, pont. Mert hogy ez a Corliss Waite menő belga, a panterük, hát nemrég tudtam meg. Nem kiabálják neki azt a szurkolók, mint amit Újpest meccseken szoktak kiabálni egy másik belgának. Vagy hát legalábbis nem hallom. Nem működik a Spolinak a mikrofonja, halljátok, ez az NBC 9, ez a legalja közvetítés. Egyrészt... operatőri, rendezői szinten és a mikrofonos hangmérnök. Tehát ezek dolgoznak rosszul.
valaki még esetleg akarna csatlakozni? Amúgy én akarom hallgatni a bírót. Hát itt arról szól a preszezon, főleg Alex Kemp, meg a családja is érdekli, hogy mit mond. De hát nem halljuk. Azért sejtjük, mert azt látjuk, hogy merre mutat, hogy kiszabálytalankodott. 3. és 12. De meccset kéne nézni, és akkor tudnák, mi volt a szabálytalanság. Ja, hát az látszódik. Dennis Houston megfogja 3. és 12. O.J. Moody-é mellett várta volna safety segítséget a Cornell, de nem jött. Dennis Houston, ő Western Illinois-ba játszott tavaly. Jól ismerem őket, ugye a Leathernecks. Eléggé gyenge csapatnak számít, de minden erőforrást a toborzásban arra nyomtak rá, jó legyen az offense, és akkor így kikapnak 40-30-ra általában. Hogyha védelemre ruháztak volna be, akkor kikapnának 24-re. Úgyhogy meg kinek kell? És hát ebből kifőtt egy ilyen Dennis Houston, akiből profi játékos lett. Meg a másik wide receiverből is, csak ő nem olyan ügyes. Bonito a futót szereli, hát ez hihetetlen dolog. Nick Bonito minden időknek pass rusher specialistája, állítólag lehetséges, hogy a running back-et elkapja. 4. és 2. interception. PJ Locke nevű embernek tisztán odadobta a labdát quarterback úr Cooper Rush. Nem volt tök üresen PJ Locke, hát volt arra egy ember, aki az ellenfélben van, de hát mégis úgy nézett ki, hogy neki könnyebb dolga van játékba avatkozni, ezt megtette. Szóval ugyan Drew Locke elment, de így sincsenek azért lakatlanul. JJ, azaz Josh Johnson egy play actionből Seth Williams-t vonja be. Végre egy több mint 10 yardos játék. Utána 4 playből 8 yard. Az nem elég, hogy folytatódjon az akció. Nagyon hamar benne vannak a Josh Johnsonnak a szájában a védők. Elsősorban a linebackerek. Először a Devin Harper az, aki nyomás alá helyezi, és ezáltal gyorsan kell dönteni rosszul, majd Dante Fowler kizökkenti, és egy kierőszakolt hiba jön. Hogyha komfortosabb lett volna Josh, hát akkor az embernek dobja nyilván, itt a Josh nevű irányítóknál ez már csak így van. Dowdle fut 10 yardot a Cowboysban, be kell vezetnem a tavaly látott mércét, tehát van egy first down, vagy egy 10 yardos play, inkább first down, arra jár egy pont. Mit szólnátok? Ilyen szánalom pontokat adjunk már, és akkor egy-egy ezzel az állás. Mással nem tudom magamat szórakoztatni, itt amikor a cserék játszanak a cserék ellen már az első perctől. Tyler Smith, hát ő arra azt hittük, hogy kezdő lesz, hát Tyler Smith nagyon szenved. Holdingja van. Egy Turpinnek adott tapasznál. Cavonte Turpin, ő volt a USFL-ben az MVP. Wide receivert játszik. Tudjátok, hány font a gyerek? 158 font. Az 72 kilogram, ahogy itt mi Európában mondjuk, kevésnek számít. Ő tudja magáról, hogy hány kilogram, mert játszott Európában a Wroclaw Panthersben, de hát most inkább próbálkozik a Cowboysban. Jó lenne, hogyha nem lenne holding. Rush, minimális meggyőződéssel, szintén futásra készül, 10-valahány yardot próbálna menni előre Cooper Rush. Na hát az valami egészen borzasztó látvány, amikor nem tudom, hogy bemész valakivel, hogy próbálna kenyeret lopni, és haverod nem tudja, hogy ennek az lesz a vége. Odadod a kezébe a kenyeret, hogy mennyi fussál innen el. És akkor így nagyjából Cooper Rush is, hát nem nagyon tudja, hogy most akkor ezt tényleg akarja, vagy hogy merre menjen, nem volt ez így kitalálva, és hát utána meg jönnek a védők, és elkapják őt. Szóval nem volt egészen természetes az a mozgás, amit ő ott bemutatott. 4. és 3. saját térfélen. Támadás. Nem jó a támadás, hát meglepődés. Singleton bevetődött a képbe. Hát neki nem biztos a helye. Ezek szerint a kezdőcsapatban Alex Singleton hozták ugye Philadelphiából. Hát a kezdőben nem biztos, a keretben biztos. Bár most ugye volt sérülés, meg igazolás. Ugye Griffith-t elvesztették második snapben. Fasza. És lehozták a Showbert-öt, leigazolták, nem Alexander Johnson jött vissza. Hol van már Alexander Johnson? Minden videóban el kell mondanom, hogy nincs csapata. Rövid pályát kapnak így akkor a másik oldalt. Borgi, az aki jön futóposzton. Max Borgi már ebben a holt szezonban a második csapatát fogyasztja, úgyhogy újonc. Nem a legjobb jel, ugye, mert a Colts iratta alá.
kiváló elkapási képességekkel bíró running back-et, de hát elküdtük. Itt befogadták, most próbálkozik Denverben. Seth Williams. Dupla illegál kontakt ellenére egy 30 yardos playt hoz össze a szélen. Hát megtörténik. Futball, offenzív játékok. Hát lehet, hogy nem csak szánalom pont lesz ebből, vagy egy-egy, de lehet, hogy igazi pontok is még lehetnek. Az NBC 9, halljátok, az a csatorna. Ugye itt a preszezonban, ami nem országos tévé, azt a helyi tévé adja, ugye Coloradóban az NBC 9-es állomása megy, ezért mondom így. Sárga vonalat berajzolták nagyon szépen, ügyesen, és meglepődtek aztán, hogy hallod itt a célterületnél, ezt hogy kell kivenni? Nem tudják megcsinálni. Úgyhogy egészen kiváló munka, hallod, megmutatom neked. Borgi végül is elviszi a labdát az egyesre, és elvileg a sárga az ott van a célterület közepén, most akkor odaig el kell menni, vagy mi van, hogyha csak a gólvonalat átlépik? Senki nem tudja, hogy hogyan tovább, de azt tudjuk, hogy Dante Fowler keménykedik, úgyhogy újra kezdődik a számolás első és tisztől, Seth Williamsnek egy ívelés, az az övé. Megvan. Nem csak célterületen át, sárga vonalon is át, úgyhogy nagyszerű. A rapper Kelvin Joseph hiába nézi. 7-0. Játszott a rapper, nincs eltiltva, nincs fellépése, az a kisebb meglepetés egyébként, úgyhogy tudott engedélyezni egy touchdown, pont volt rá ideje. Jake Ferguson, 10-valahány yardos elkapás a Titan-től, Cowboys, oké, írjuk. Aztán jön egy futás, szintén több mint 10 yard egy érintésből, hát ez már gyanús. Egymásra néznek a sporik, hogy figyelj, ilyen jó támad a Cowboy, dobjunk már be egy zászlót. Bedobnak egy zászlót, mi volt ez? Holding, Tyler Smith-re. Pont a Tyler Smith-re nincs elég baja. Megnézik, tényleg az volt. 20 yard az hogy jön? De első és 20, az hogy kellene megcsinálni a Cowboysnál? Hát elmondom neked sehogy. Browning besapkázza Cooper Rush-t. Ezt szokták mondani, amikor a kosárlabdában valakit leblokkolnak. Mert hogy átmegy a blitzből, jön tenyerével labdára kész, földre a pattogás. Montreal Washington várja punt returnt, és indul vele, nagyon dinamikus. Mindig keresztbe indul Montreal Washington. Hát te ezt már tudod, aki jár edzésre, hogy a punt returner attól veszélyes, hogy akárhányszor indulna, mondjuk jobbra akar menni, akkor is balra teszi meg az első lépést, összezavarja az ellenfelet. Hát ezt Montreal Washington maximálisra rakta be. Jet sweepet is kapna, de handoff közben leszerelik minuszban. Jó dolgozik a fal. Terrellbe sem volt az, aki elkapja. Akkor egy screen pass Montreal Washingtonnal, próbálják minden bevonni a játékba, sehogy nem sikerül, mert meg leszereli a Blend. Blend egy jó kis corner, jobb, mint a Kelvin. Besem, roughing the passer, úgyhogy előtte volt offside is, first down, ennek köszönhetően. Magas színvonalú mérkőzés. Pont nem jár, tehát az, hogyha büntetésből van first down, nem adok szánalom pontot, de jár levonás ugyanakkor a másik csapattól, úgyhogy vissza nullára? Vagy egynél tartotok? Eric Tomlinson üresen van, 10-valahány, megpasszolja Josh Johnson, lőtávolságba jönnek. Brandon Johnson nevű ember is van, ő elkapó. Ugye Maddenben arctalan, hát azt mindannyian tudjuk, de már úgy néz ki, hogy ő is first down szerez. Kelvin Joseph mellől. Tavalyi második körös. Eladó a Kelvin Joseph? Van olyan, aki azt mondaná, hogy megadja érte 2050-es hetedik kört? Megkérdezném azért, mert jobb, ha nincs itt, őszintén szólva Cowboy szerében. Na, JJ belejött, Josh Johnson. Hintonnak 25-ről tökéletes indítás. Touchdown célterületre, azt most a Nation Wright engedte. Másik kiváló tavalyi draft pick. Megy a Nation Wright-ot meg harmadik körbe vitték, 99. választott. Ő is egy ilyen hetedik körös prospekt se volt, de hát azt mondták, hogy jöjjön, megmondta Queen edző, hát neki lett igaza, ugye, meg a Kelvinnel. Úgyhogy ezt most engedi ezt a touchdown-t. 14-1 ezzel az állás, vagy ha az eredményjelzőt nézzük, akkor 14-0. Jalen Tolbert is focizik. Azt onnan tudom, hogy van nála labda konkrétan. Azt hittem, hogy Jalen Tolbertnek be van betonozva a helye a kezdőcsapatba, de hát nincs ezek szerint, sőt, még itt komoly
idő eltelik, aztán még mindig a pályán van. Meg a Fehoko. Fehokot tudtam, hogy kell fociznia, sajnos ő nem váltotta be, de majd most beváltja. Meg Shemklin. Ő is focizik, ő nem tudom kicsoda egyébként, de running back, Shemklin. Azt tudom mondani Cowboys esetében, hogyha nem lenne minden first down után zászló, az mondjuk fasza lenne. Mert hogy véletlen sikerül egy utána első és 15, az biztos, néha első és 20. Rush újabb búrát kap. Csak mutatom, hogy mennyire értek hozzá, hogy mi a slang a kosárlabdában. Ez is azt jelenti, mint a sapkázás. Tessék, lenyomják, mint a szart. Nagyon szenvednek Tylerék a támadó falban, senkit nem tudnak visszatartani, de hogyha igen, akkor másokat nem. Browning még egy szekket is jegyez, aztán Edgym, az aki sáncolja passzolási kísérletet, hagyjuk, pan. Egy perc marad. Josh Johnson, 36 éves, tehát ebből én azt feltételezem, hogy ez a Brandon Johnson nem a fia, de úgy passzol neki, tehát az a szeretettel, de azért kicsit kompetitíven is. Adja neki a labdákat, halad a Johnson család. Hinton Amaz térfélre átjut. McManusnak előkészítik a terepet 57-ről mellé. De offside. Ki volt az a nagy eszű, aki beugrott? Kelvin Joseph a rapper volt. Próbálkozhatsz újra 52-ről, hát azt Oxival. Bevágja McManus 17-0, szünet. Bejön Rippin, Denver irányítójának, hát ő azért inkább hasonlít a Cooper Rushra, mint a Josh Johnsonra, amely megint csak nem jó jel, de hát ez már egy megnyert meccs. Pár ilyen contest labdát elenged, de hát nincs lehetőség megfogni 3-and-out. Rush nem hozzák le, mert nyerni akartok, vagy miért? Azt gondolod, hogy most így hirtelen quarterback előnybe kerültetek? Mert nem. Mint egy fennmarad. Ugye Greert várom egész nap. Jöjjön már be Will Greer, vagy a Dinucci, hát már azt se bánnám, de nem jönnek be. Lehet, hogy őket is elvitte a Covid? Vagy hát legalábbis a listán vannak. Úgy kellene már meccseket néznem, hallod, hogy először megkeresem a Covid listát. Hát hallod, milyen évet írunk? Na minden play bootleg. Azt találták ki, hogy fiúk, a nyomás az jön, minden play bootleg. Rendbe. Úgy azért lehet passzolgatni. Lehet, persze, 9 yardot sikerül, 3 playből. Negyedik és egy, akkor megint a bootleg, nem tudom, mert full start. Ajjajjaj. Hendershot hibázott, de azt mondják, McCarthy-ek, támadjunk, hát most mit érdekel engem. Egyáltalán ott van McCarthy a meccsen. Na Hendershot, bemozdultál, nem baj, most javíthatsz, negyedikre neked megy a passz. Megfogja az újonc Titan-t, nagy haladás. Aztán meg Holding a Cowboysnál, Collins játszik rightekült. Jól hallottad, attól, hogy a Lyle Collins elment, attól még van egy másik. Aviante Collins, látom a visszaesést egyébként. De hát egyszeri szurkoló a K-szektorban, ő azt látja, majd attól Collins ott van, hát most mi, ki mondta, hogy elment. Pant. Az egyesre odarúgta Engör, eközben. Rippin előre kúrja a saját célterületéről, erre nem számítanak. Tehát itt az ilyen Brett Rippin megpróbál megfirkálni bennünket, nem feltétlen volt benne itt a lehetséges kimenetelek között, de hát egyébként a cornerback meg hasal. És hogyha hasal, akkor ott a Virgil elkapja 40-valahány yardos indítást. Hát óriásit játszik a Denver Broncos irányítója, és az egész Denver Broncos. Rippin látszik hisz magában, hát hallod, innen kidobtam, akkor menjen még egy ilyet, egy 40-valahányat, vagy a célterületre, hát azt túldobja sajnos. Dallas defensive back-ek, hát nyomozzák a labdát, sajnos mindenkiről lemaradnak folyamatosan. Jó, hát nem mindenkiről, de minden playben egy valakiről. Az pont elég állítólag. 15-ös az azt mondják, hogy a full game, de ez a faszi, aki elkapta a labdát, ez sokkal kisebb, mint a full game szokott lenni. Mindegy. Vele megyünk. Full game, first down, meg a Darius Shepard vörös zónába jutnak. Hardy, running back, gól helyzetet teremt, de Rippin ott rossz döntéseket hoz többször. Hát elizgulja, ahogy a szakértő mondaná a K-szektorból, elizgult az irányító, hogy touchdown szerezhet. Úgyhogy turnover on downs, Dinucci idő, végre. Van értelme ennek a Cowboys fotballnak. Másolja Rippint, az jó dolog, ne röhögjél, mert kihajítja saját célterületéről messzire, és sikerül messzire. Nem az csak, hogy elmegy, hanem emberhez.
egy 80-as számú Brandon Smith nevű ember. Ne jegyezzük meg ezt a nevet, mert még összekeverednénk a Carolina-ival, aki ténylegesen egy fontos Brandon Smith. Na hát ez hány elismeréspont egy ilyen 40 yardos labdát? Tehát legalább 4 elismeréspontot tudok neki adni, nem szánalompontot, átkonvertáljuk. 4 darab elismeréspont most már. Malik Davis running back küzd, hogy hát az eredményjelzőre is felkerüljenek, mert az NBC 9-es kollégák, ők tartják, hogy ez 0 pont, amit a Cowboys eddig csinált, mert ők szőrösebb szívűek. DiNucci hanyag eleganciával egy ilyen sidearm pass igazolja klasszisát Ben. Már egész jól néz neki a drive, amikor elindulnak visszafelé Cowboyok. DiNu menekül, előre dobja a védőknek. Védőknek nem kell labdája. Hát akkor field goal. Jön Hajrullahu, mellé rúgja. Marad a nulla. Elismerés pontokat sajnos ki kell, hogy radírozzam. Visszamegyünk nullára, fiú. Denver nagyot küzd, hogy lehozzanak valahogy egy play-t, anélkül, hogy sárga zászló repülne. Ez hát nem sikerül, sajnos. 3. és 26. Az végül is összejön. Lefuttatják, nincs zászló a végén, de jó. De ha sikerült volna, akkor lehet, hogy nem kéri az ellenfél, hát az is jó lenne. Ripin nyomás alatt van, hát nem tesz csodát Brett Ripin, ha nyomás alatt van. Nem is kell, hát 17-0 oda. Most mit ügyeskedjen, érted, leülnék a helyében. Mármint, hogy a pályán, nem a padra. Bendy jöjjön, meg a barátai. Bendy Nucci. Újra megpróbálja lehetetlent. Pontszerzés. Nagyon ritka esemény Dallasnál. Egész magabiztosan indulnak, tehát azt látod rajta, hogy az elhiszi, hogy végigmennek ez a csávó. Mi alapján? Szisztematikusan átmennek Amasztérfélre, jó a játékválasztás, jó a végrehajtás. Turpin, Drummond, first down-ok jönnek, Bendy, szemtelen dobócsel, hát honnan van ennek a csávónak önbizalma? Megdobatja a nagy testűt, fölugrik, elmegy mellette, fut a labdával, Fehokónak touchdown pass. Ez nem egy playből, de a következő playből megdobja Simi Fehokónak, Mormon DK Metcalfnek. Nincs söprés, nincs nullázás, az nincs Cowboys ellen. 5 perc még egy legendás villanást azért hoz a Ripin Virgil tengelyen, hogy ez a Virgil volt az, aki elkapta 40 yardost. 34-ről még egy touchdown-t is lőne neki Ripin, de az hosszú passz túlságosan. Hát amikor összejön valami siker, egyből érzi a Ripin, hogy ebből akár touchdown is lehetne ebből a drive-ból, de aztán az sose jön. DiNuccival még összekenetik egyszer a ruháját, és kész vagyunk. Medált adnék annak, aki végignézte ezt a mérkőzést az elejétől a végéig. Összefoglaló nem számít, de aki, hát főleg aki kiment, hát annak le a kalapot érted, aki nem ment haza. Mert ez most eléggé borzasztó volt, de hát nincs kétségünk a felől, hogy a Denver sokkal-sokkal jobb volt. De ezek után azt gondoltam, hogy szükségem van valami komolyabb fotballra, úgyhogy megnézem a Colcot, mert ott tudtam, hogy a Matt Ryan kezdeni fog, úgyhogy a végre kezdő játékosok a pályán, aztán hát kiderült, hogy még siralmasabb teljesítmény az, amit a Colc letett az asztalra, mint amit a Cowboys cserék. Hát az egészen borzasztó volt ez a meccs, ne haragudjál. A meccs nem, de hát amit a kezdőink csináltak, az... Hát még nem láttam az összes meccset, de nem tudom elképzelni, hogy bármelyik kezdőcsapat rosszabb lett volna miénknél, ami a támadást illeti. Colts edzőtábori hírek, hát gondolom, hogy kevesen figyelitek, úgyhogy akit érdekel, annak elmondom, nincs semmi, ami említése méltó lenne. Ryan néha mérges. Hát arról azért jönnek hírek, hogy hát más a hangulat, mint ami tavaly volt, mert aki tavaly volt quarterback nálunk, hát ő nem volt mérges az edzőtáborban, mert nem volt ott, mert ki kellett venni a lábából a csontot. De egyébként meg, most miért lett volna mérges, hogy a többiek elrontják, hát ő is elrontja. Most erre jött minimális fingreszelés, de szépen csendben készülnek. Bills meg kijön ide a cserékkel. Tehát a Bills kiállt a második sorával, Colts kezdők ellen. Na most ilyenkor... Hát vagy van a hősies teljesítmény, vagy a rettentő kínos, ugye hát attól függ, melyik irányból nézed. De hát majd meglátjuk, Keenum jön először, tehát a Bills támad, Shakurnak félpályáig. Na, akkor az most a kínos.
Tehát, hogy a kezdő védelmi nem tudja őket megfogni, ez elég rosszul néz ki. Második érintése Shakirnak, az is first down. Ötödik körös volt, vagy negyedik körös Boise State legenda? Zach Most betakarnánk, de végül is kivág, és egészen tízesig meg sem áll, ami a yard vonalakat illeti. Ízelítőt kapunk itt most a Gus Bradley féle védelemből? Hogy érzed? Ha, köszönjük, akkor már most megmutatod nekünk. Már megmondom nektek, kicsit azért fosok a Gus Bradley-től, hogy átvariálja a védelmünket Liga 32-ké. De hát majd ott összeállnak, majd jön a tehetség. Jó. Cookot megfogjuk, James Cook. Egy Keenum passzol negyedikre O.J. Howardnak célterület irányába magas. Na végül is kivédekeztük, mindenki nyugodjon le. Ryan. Első passza jó, de first down nincs. Pierce-t levédi Kyrie Lem. Én annak örülök őszintén szóval, hogy legalább bízott benne, hogy Pierce megfogja, mert nálunk ez szokott lenni az első számú probléma így a fiatalokkal, fiatal elkapókkal, hogy fel se engedjük a gyepre. Ugye? És legalább most a Pierce ott van, érted? Aztán hibázhat egyáltalán azzal, hogy megy felé labda, mert korábban nem ez volt, korábban a Pascal volt fönt, hiába reménykedtél benne, hogy valami fiatal kiszorítja, nem szorítja ki. Most legalább a Pierce van ott. Jó, nem jön össze a játék, de hát mindegy, majd a tét meccsen. Crowder csak beleér egy Keenum átadás jellegű valamibe, felpörgőből interception, Rodney McLeod megfogja. Miénk. Turnover, tízesre elvitte safety-nk. Hinesnak adunk három esélyt bevinni, 9 yard jön. Aztán full start, field goal. Amúgy van erre egy emberünk, mert hogy Nyheim Hines hát nem vitte be gólvonalas helyzetet, de van egy csávó nálunk, higgyétek el, úgy hívják John. Ő szokta ezeket kapni, majd az alapszakaszban is majd nekiadjuk, hidd elő, ez beviszi az ilyet. Úgyhogy nem izgulok, hogy a Nahimot visszanyomták, mert hát neki nem ez a munkája. Duke Johnson egy erős kickoff return 43-asig robotol. Kezdő defense-ünk van fönt, ugye továbbra is, minusz Shaquille. Shaquille nincs fönt, tudjátok kicsoda? Úgy hívják Shaquille Leonard, ahogy a barátai szokták mondani. Megállítja a defense-ünk, akármelyik futót akarja bevonni a kész Keenum a passzaival, miénk lesz az ember, földre küldjük. Jöjjön Ryan mozgásból, Pittman is mozgásból, összejátszanak, odadobja neki haladás. Nagyon nehezen tudok örülni, mert jó, hát ez egy fasza játék volt, meg mentünk előre nagyon, de hát a Bills 2 ellen játszunk alatt, de meg konkrétan az, hogy nincs pofám örülni. Hát ez a minimális elvárás az, hogy cserékelen azért csináljuk már first down-okat, csinálunk, de hát ez olyan, hogy jó, hát így a vendégszurkoló is csendben örüljön. Hines sose fog ennyit futni amúgy egymás után, tehát azt mondom, hogy bejön, adjuk neki, megint adjuk neki, passzolunk neki, megint a kezébe. Jó, hát gyakorolt, de most ez fölösleges, mert nincs információ értéke. Esetleg Johnnal valami történne a alapszakaszban, hát akkor is hoznánk valakit, nem Hines-t tömnénk meg 50-szer egy meccsen. Paris Campbell. Na, másik nagy kedvencem, hogy ő miért nem ment el Washingtonba azzal, aki elment. Harmadik soros védők ellen. Szerinted villan Paris Campbell? Hell no! Ő soha nem villan senki ellen, ezek ellen se. Pittman negyedik kísérletre levédi a Bamfordot. Jó, Villanova corner. Azt várom, már jöjjenek a cserék nálunk is, és akkor legyen egy ilyen fair harc, hogy mégiscsak a cserék ellen, és akkor nem pironkodok, de nem jönnek, maradunk kezdőkkel. Odeyingbo szvatol egy labdát védőfalunkból, hát beleüt az indítási kísérletbe. Kumero elkapja a labdát ugyanakkor, de fumble-t véd, azt meg megszerzi Isaiah Rodgers. Megint megszerezi. Jó a defense. Ez itt az igazság ezen a meccsen, hogy marha jó a védelmünk, csak hát el ne fogjon a turnover luck, érted? Most annyi labdát szerzünk, hogy az alapszakaszra meg majd nem marad. Mindegy. Azon azért nem kellene nagyon berzenkedni, hogy elveszük az ellenféltől a labdát. Ryanék maradnak. Hát ha most. Még egy utolsó esély met. Hát ha most végig megyünk. Ja, akkor se. Three and out. Minuszos játékaink vannak. Kijön a Bills 2, és nem az, hogy nem tudunk végigmenni, vagy a végén elkúrnánk. A fenét, hallod, hátrafele haladunk. Szabálytalanul tudjuk csak visszahúzni a pass rusher. Undorítóan gyenge.
K-gyenge, ahogy kiabálják a tévé előtt. Van egy ilyen csere defensív tekülünk, Klein, hát bezzeg a defense, ugye, aki a defense szereti, Colts meccsekre jár, meg aki utálja az offense-t, az is. Stripsack jön Cameron Kleintól, hát a top 1 defense. Most őszintén mondom, van ennél jobb? Nem igen van, tehát most próbál, ha ne soroljad, nincs. Milyen a legjobb defense? Tavaly is, tavaly előtt is. Foles jön be most már, Nick Foles, új igazolás. Na, kiderül, remélem nálunk is, hogy a cserék jobbak, mint a kezdők. Buffalo-ban nem derült ki, ugye, mert nem voltak kezdők, de hát ezek igen jó tolják, akik a pályán vannak, úgyhogy mi is betoljuk a második sort. Tolás, tolás. Ha tényleg jó mennek a mieink, hát akkor se három playből lesz first down, mert negyedikre rá kényszerülünk. Kényszerülünk. Foszt, szájba veri Bugi Besem. Fumble. Bernard összeszedi, visszaszalad, 75 touchdown. Fumble-ből, defensive touchdown. Amellett, hogy persze a mi védelmünk a legjobb a világon, azért pontot emezek szereznek. 7-3. Elvesztette Foles. Van lejjebb. Ó, azt hitted, hogy itt vége van. Van lejjebb. Foles feljön. Nem tudom, hogy valakit túldob. Most a név az lényegtelen. Pick. Jaquan Johnson nevű safety. Azonnal. Következő drive-ból szintén turnover. Visszaviszi 15-ösünkig. Remélem, hogy idejénre akkor le tudjuk ezt. Tehát már az első preszezon héten megmondta Frank bácsi, remek edző, Frank Reich. Fiú, kimegyünk, three and out-ok, holdingok, fumble, interception, ezeket várom el. Már most legyen meg, és akkor tétmérkőzéseken meg már nem marad belőle. Hát mekkora edző, ez Frank Reich, hát preszezonban direkt szarul kell játszani. És akkor előrelépés lesz, meg kiválóság lesz. Ez igen, hát végül is akkor jót csináljuk. Negatív total yardra számítok, tehát most így, hogy ez lemegy, hát úgy játszunk, hallott, hogy a végén lesz mínusz 5 yardunk nagyjából, de hát mindegy. Mondjuk a Grass Bradley-nek nem szólt erről a Frank Reicherről a taktikáiról, mert a defense az úgy harap, mint senki. Vissza interception, vagyis megint interception. Keenum mondjuk rettentő paszt indított el, kész Keenum. Megszoktam védeni őt, de hát erre most nincs meccség, ez borzasztó volt. Elsie Rodgers megfogja az interception. Rodgers jó ment azért visszahordásban, special teamben, defenseben szabad jó játszani, ezt ő megteszi. Na Foles, Pierce-nek passzol, pozitívumok. Megvolt a passz. Másik pozitívum, hogy Ryman a pályán van, a büdös kúti osztrák. Mert ez azért fontos, mert a draft előtt mondták, hogy jó, hát rosszul van, nem tud majd játszani. Hát nem a fenét, hát fönn van. Ugye? Elsztíleltük harmadik körbe. Ilem is sokat focizik, aki meg a Bézbe volt elsőkörös corner. Azt látom, hogy a Kair Ilem elbír itt a Dulinnal. Kezdőbe vágyó wide receiverünk, meg az Isaiah Forddal, tehát ezek azzal nagyjából el van, köszöni. Be tudja őket kebelezni. Harmadik és 10, hát az mondjuk jó lenne Nick Foles, ha nem oldalra dobnád. Tudom, hogy nem te találtad ki, de szerintem te találtad ki. Negyediket azt előre dobja. Na, köszönöm. Ennyit kellett volna. Granson. Az elfeledett tight end. Tavaly választottuk ezt a Gransont. Már mindenkinek be volt sózva a segge, hogy mikor jön már elkapó. Hát nem jött, de kiszúrták a szemünket egy ilyen elkapó tight enddel. Ez lett volna Granson. Na hát most olyan jó bevált, hogy ez idei drafton hoztunk még két tight endet, meg UDFA-ként ötöt. De mindegy, most kapja Granson, fut vele előre. Megint ő, Granson, vörös zóna, már egész jó lenne, de Dulin, támadó pass interference. Új bíró van, úgy hívják Don Willard, ő se vezetett még, úgyhogy a második új bíró, akivel találkozok itt a preszezonban. Na mindegy, hiába szabálytalankodás, touchdown így is. Tyson Williams egyedül megy el a backfieldről, Foles bevonja. Kair Ilem elveszett a forgalomban, nem jutott senki arra a térfélre. 10-7. Ha vezetünk, remek a csapat, ha jó játszunk, öreg Colts, bajnok esélyes, csoport meg lesz, playoffba bárkit elintézünk. EJ Speed, linebackerünk, meccsütése. Az, ami érkezik, Duke Johnson kiradírozza, bang. Jó volt. Ezért nem adnak pontot. Aztán a menekülő Case Keenumot is elkapja Curtis Brooks,
aki nagyon mozgékony, defensív tekül, most megmutatja, milyen, amikor mozog, nagyon jól látszódik. Azért kínom előre nem szalad el. De hát jön az a Ryza nevű csávó. Hallod, a punt god. 82 yardos pont? Öreg, mit csinálunk? Jó, hát mondjuk biztos a Niagaráról arra ment a szél, aztán az elvitte. De hát jó helyre került ez az a Ryza. Célozni állítólag nem tud egyáltalán, de viszonylag nagyot rúg, azt mondják. Hát 82 yard, öreg. 54 másodpercet hagynak nekünk, nem jutunk messzire. Keenum és Shakir még összejátszanak, de utána becsomagoljuk. Szünet. Ellinger idő. Na, csereirányítónk, mobilitás, az van. Hát sírnak a védők. RPO-nál, ahogy előre nyújtja labdát Ellingerre, sírnak a védők, mert mi van, hogyha megtartja Ellinger? Ugye? Hát most bevonja Jelani Woodsot. Azok után, hogy ugye Jelani Woods második körbe választottuk ki, nagyon magas tight end, remek alapanyag, de hát már volt pályán az Ogletree, volt pályán a Granson, Mo Elikax nem volt, de így csak a negyedik Jelani Woods, úgyhogy izgulok, ha de nem megy olyan jól a fejlődés. Állítólag a Kemben ez az Ogletree jobban megy, ami a számunkra mindegy, de hát így a draft osztályzatra, aki rámegy, annak szomorú, aki nyerni akar a pályán, annak mindegy, ki csinálja a jó játékot, úgyhogy hát valaki csak váljon be, hát majd lesz olyan. Sam Ellinger, audible varázslatok, hallod, vonalon bemondja, meg átvariálja, hát imádom nézni. Hogy szurkoltam volna neki tavaly, hogyha ő lett volna az irányítónk, de nem ő volt. Aztán így is kikaptunk a végén a Raiderstől, meg a Jaguarstól könnyen. Mike Love nevű ember szekket csinál. Megnézem, hogy te is valami új arc vagy, Mike Love, nem ismerős a neved. Halljátok, 2018 óta gyakorló csapatos a csávó. 18-ban bekerült a gyakorló csapatba, hát jó, akárki bekerülhet. 19-re megtartották, 20-ra megtartották, 21-re megtartották, hallod, 4 éve gyakorolsz. Jó, mondjuk egy éve sérült volt, azt az IR-en hozta le ezt az évet, de majd most beért, ez lesz az az év. Hát hajrá, Mike Love. Sam Ellinger hátrafele menekül, rossz döntés, Spector elkapja college atlétát. Mert Ellinger ezeket megúszta Texasban, tehát ott azért nem érték utol, még le tudott írni hátrafele haladva egy 8-ast, és utána passzolni, de hát ez itt már preszezonban, ez már nem megy. De nem baj, mert szabálytalanok, illegál low block a defense-től. Mi? Ez a tavalyi szabály, hogy számokon kívül ne bánzd a támadó falat? Mert akkor mehetünk a vörös zónába. Jó volt, fiúk, jó játszunk. Full start, Sam Ellinger. Tesó, mit csinálsz? Jó, hogy nem átvetődsz a falon, még miért adnák a snappet. Jó, hát utána ennyit visszaadott egy Ellinger, mert ez a low blockos szabálytalanság, ez gyanús. Inkább akkor bemozdulok, hallod, mert úgy fair. Spectort megint küldik blitzelni, elszvatolja a labdát. De nem probléma, mert DJ Montgomery-vel megcsináltatjuk a first down-t. Tavaly volt pályán a Jetsbe. Mikor a Jetsben 9 wide receiver volt sérült, akkor azt mondták, hogy DJ, te menj be. Jaj, de jól játszottak. Ellinger időt nyer, kolbászol kicsit a backfielden, felíveli Woodsnak célterületre, legfelső polcra, nincs ember a ligában, aki olyan magasra tudna nyúlni, Woods így leszerítessék itt a labda. Touch! Megcsináltuk. Na látod, csak bevált az ember. Úgyhogy hát Ellinger touchdown drive-ot visz Woodszal, ünnep. Verity extra pont mellé. Ritkaság, de mi bevállaljuk a mellé az extra pontot. Matt Barkley jön a Buffalo-ban, 10-esről kezdenek. Matt Barkley-t nagyon magasra tettem csere irányító rankingban. Ő a korábbi Sam Ellinger. Ugye, ő is tudja, hogyan kell működtetni ezt az offenszt. Nem vágyik kezdőcsapatba, de megvan a játék intelligenciája. Akkora atletikussága sose volt azért, mint Ellingernek, de én tudom, hogy jó játékos. Shakirnak ő is tud egy 25 yardost adni a jobb szélen. Hát ez gyakorolta fél éve, Shakir, mert akárhányszor ott elindul, ha bárkit megfirkál, hallod. Úgy látszik, nem csak ez gyakorolta, mert utána a számokon fut végig, ugye rá van írva a pályára, hogy 40-50, és akkor azokon megy, oda is megy, még 19 yarda neki. Úgyhogy ez a Shakir gyerek vél a lehetőséggel. Aztán meg a Hudgens,
lőtávolságba viszi a Buffalo-t, de azért nem tovább. Bess 48-ról betalál, 10-16 az állás, annak mondom, aki írja. Ellinger, read option. Hát az jön természetesen, kihasználjuk gyors lábát. Az a baj az Ellingerrel, hogy ezek jók, tehát alapvetően átlag fölötti atletikussággal bír az irányítók között, de a teste az meg kicsi. Tehát, hogyha ütik, akkor sokkal hamarabb fel kellene adni, mert nem fogod lerázni öreg. Tehát azért Josh Allen-nel nem keverik össze, és ő ebből még nem tanul. Tehát, hogyha húzzák a mezét, gondolj, hogy nem, még kijövök ebből is, nem jössz ki öreg. Tehát, hogyha van előtted hely, akkor fussál bele, de hogyha nincs, hogyha ütközni kell, akkor azt ne vállald. Elkapja Kingsley Joseph. Jonathan. Kingsley Jonathan elkapja. Hátra pörgeti, és így mínusz 13 yard lesz. Tehát, hogyha ott azt mondta volna, hogy jó, hát ennek vége van, 6,5 yardos szek, most így, hogy még küzdött, így 13 yardos szek, fasza. Amúgy ez a Kingsley Jonathan, ő lett az 1/1-es a CFL globális drafton. Tudjátok mi az, hogy a CFL-ben van a sima draft, ahol a kanadaiakat draftolják, meg van a globális draft, ahonnan meg a világ többi pontjáról. Pár éve voltak itt Európában összes szövetséggel, kötöttek ilyen együttműködési megállapodást a top ligák közül, tehát itt a nagy országoknak a ligái közül, és akkor erről csinálnak egy draftot. De valójában az is megint csak hazugság, mert a Kingsley Jonathan Syracuse-ra járt érted, és nigériai, úgyhogy globális draft, a lófaszt hazudtok arról is, valójában sose visznek, ilyen ausztrál pantereket szoktak draftolni, nem a csodálatos európai tehetségeinket. Na szóval a hosszú szek után Petmon 18 yardot visszahoz valahogy, többit meg megscramblözi, ahogy itt Magyarországon mondjuk Semi fiunk. Magas a legjobb Sam nevű irányító ligában. Újabb szek viszont már tényleg lezárja a drive-ot. Olyannyira lezárja pont. Barkley nyomás alatt van, forgalomirányítás, beleüt valaki a passzába, akinek nem kellene beleütni, és egyébként vele van, úgyhogy egy interception. Weatherford barátunk megszerzi. Sterling Weatherford nálunk van. Korábbi madárijesztő, de úgy látszik, a madárijesztő is tud labdát fogni. Ötödik turnoverünk, 5. Így elszedjük, hallod, aztán kikapunk a végén. Hát, 16-os yardos vonalon megszerzi a labdát Weatherford, óriási ez a defense, Gus Bradley, leendő főedző? Kérdőjel. Oglutrinek adunk egy tight end screent, ugye nagy cula tight endek közül az egyik, ő a legkisebb a culák közül, mert a Granson kicsi, de vannak a nagy culák, 10, és azok közül a legkisebb cula az Oglutri. Beviszi a tight end screen, de nem ér. Offense pass interference, Ryman. Ő nem a falba van, de... ő left tackle, érted? De azt mondták, most akkor jogosult vagy. Offense pass interference. Átlagos beszélgetés támadófal játékossal a meccs után. Bernard, hogy ment a játék? Jó volt, jó játszottam, csak volt egy szabálytalanságom, egy offense pass interference. Ja, rendben. Úgyhogy elvették a touchdownunkat emiatt. Ja, első vagy a világon. Bejön Devontae Price nevű running back. UDF a gyerek, hype-olták Florida International-ben, mert jó volt az első két meccsen az egyetemen, utána nem igazán. Két labdát adunk neki, megy vele, figyelj már, miatt a Borgit már kivágták, ugye lásd a Denver meccs. Harmadik labda is megy neki, az már nem jár, tehát arra azt mondja Ellinger, hogy hiába vagy üres, azért háromszor egymás után nem adom neked oda. De időt nyer, táncol a backfielden, Ellinger, aztán a Titannek touchdown. Azt mondják, Michael Jacobson. Így hívják a csávot. Na mondom, ez már megint ki. Annyi tight endünk van, hallod, és mindegyik egyforma. Megnyitom, Michael Jacobson. Tudjátok, hol játszott? A 2020-21-es idényben? Kijevi kosárlabda csapatban. Soha az életében nem focizott. De elhoztuk. Úgyhogy figyelj, ma labdákat kéne itt is megfogni. Jó. Feldobja neki Sam, touch. Hogyha Jacobson még egy ilyen óriási gólja, pedig még a Nikola Kalinic nálunk van, ő nagyobb név, hogyha pattogtatni kell, de hát hamarabb került a pályára Jacobson. Úgyhogy hát Frank Reichnak az álma. Ilyen 3 méter magas tight end, hoztunk belőle 10-et. Valaki beválik, legyen, hogy beválik 5. Hát akkor nem tudnak bennünket megállítani. Hát látod, ott a meccs. Nem bírnak megállítani. 2-es, Devonta Price beviszi középen 24-10. És
és akkor még gondolkodnak, ki lesz a bajnok. Na jön egy Blackshear nevű running back, elfut a jakkal, aránylag messzire. Óriási tiszteletem ezeknek a futóknak, ha ad, aki hatodik számú a depth charton, de azért próbálja, azért csinálja, darálja, mint ez a Blackshear. Aztán itt van ez a Hudgens, hát neki se könnyebb, de óriási bravúr elkapás, vetődve, céltörlet irányába, szélen, kis helyen, bennmaradva, de még megvan a labda. Az első hat wide receiverben ő sincs benne, ami a Bills-t illeti, majd valaki elviszi, hogyha ilyen ügyes. Biztos, hogy nem mi, mert nekünk nem kell. Mi már megvagyunk, érted? Mi fölállunk négy Titan-del. Touchdown is megvan Blackshear részéről. Kettes, egy yardról vitte be Blackshear, semmi különös. Kettesre rámennek interception, Flowers, elszedte. Mi emberünk Flowers. Nem Trey, ő visszajönt a Bengalsba, visszajönt a bajnok csapatba. Még mielőtt kiakadnának a Seattle-iek, ez egy másik Flowers. Nem tudom, hogy lehet-e olyannyira tehetséges, de hát reméljük. Cone is beáll hozzánk, de hát nincs reménye. Ő egy UDFA, ugyan Wisconsinban játszott, meg a Notre Dame-ben játszott. Ha nincs tehetség fölényben a csapata, már pedig itt most nincs, akkor reménytelen, three and out. Jön egyenlíteni a Buffalo. Egy nagy play elég hozzá kb., hogy ez megtörténjen, mert a Titan Quintin Morrisnak hosszan előre hányják a labdát, megvan, meg meghúzzuk a rácsát is. Úgyhogy ennyiből már is a 11-esünkön állnak. Társadalom az jön Blackshear-től, de belesérül hatodik számú futójátékos. Hát micsoda emberi dráma. Kettes, így akkor Duke Johnsonné lesz. Duke Johnson beviszi. 24-24, 4 perc, ami hátra van. Na, hogyha ezt a meccset az valaki megnyeri, az nem a Jack Cohn lesz, azt én megmondom nektek. Kiváló negyedik számú UDFA irányítónk. Elütik a passzát, hiába akarná Kievit bevonni, elütik előle. Tenuta Holding a Buffalo-i drive elején, hát így azért nehéz lesz. Végig focizza a meccset Tenuta. Ő azért kezdő volt right tackle-ben. Korábban a Virginia Tech-be focizott ő is, meg a Blackshear is. Ugye Blackshear, gondolom még a Herbert mögött volt csere, Khalil, de Tenuta right tackle-t játszik. De nem baj, hiába első és 20, Hudgens kétszer is megmozgatja a láncot. Felépül Blackshear, jaj de jó, nem sírült bele a touchdownba, újra itt van, darabol előre, kapja a labdát, haladnak. Barkley halad, elviszi őket mezőnygól távolságba az utolsó percben, Bass berúgja. Megérdemelt győzelem. Végül is a cserecsapattól. Egy másodpercig nem sajnálom, mert ha azt nézzük, Buffalo kiállt a cserékkel, mi meg ott sírtunk a kezdőkön, akkor ezt a meccset a Buffalo-nak kell megnyerni. Mindenki szépen nyugodtabban mehet aludni, mert így fair a világ. Oké, okay, hogy a mi cseréink megfordították, de hát az nem lett volna szép, hogyha ezen a meccsen azt írjuk be, hogy Colts W, mert a kezdőcsapatunk az undorítóan gyenge volt, de hát ez a terv, most így kell játszani, aztán majd tétmeccsen, meg majd kiválóan, ugye, hogy ne tudjanak feltérképezni. Ki van ezt találva? Ezek után azért sikerült felvidolnom, mert csupa véletlenül rátaláltam erre a Miami Tampa Bay mérkőzésre, ami meg talán a legjobb volt mindegyik közül, amit eddig lejátszottak, és amit láttam, de úgy is, hogy nem játszott Brady. Ugye Brady nincs ott a fiúkkal, nem edz. Nem edz, mert hát felhívták, hogy mi van főnök, mi van magával, megint visszavonul. Nem, de hát nagyon fontos dolgom van, fiúk, nem tudok jönni, mert itt elfoglaltságaim vannak a strandon. Úgyhogy most nem edzek, de ti készüljetek, úgyhogy fogok majd én is jönni. Sajnos nagyon nagy sor állt a lángososnál, és mire ráreszelték az avokádót, hát elment az idő. Úgyhogy most nem játszok, meg nem is jövök, de ne féljetek, majd amikor kell, addigra pályára fogok lépni. És hogyha Brady nem jön, attól függetlenül még azért vannak elvárásai, tehát az, hogy ő nincs ott a pályán, az azt jelenti, hogy nem sérül, de hát a baráta is nagyon sérüljenek. Úgyhogy kiadta az ukázt, hogy a kezdőjátékosok azok fel nem menjenek a pályára, még valami bajuk lesz. Ez a hülye Jensen is megsérült edzés közben, hallod. Hát borzasztó, nem lehetne bekenni avokádó krémmel? Nem segít egyelőre, de majd segít. Úgyhogy a Tampa Bay cserékkel jön. Miami kicsit komolyabban veszi, ami a védekezést illeti, úgyhogy rákényszeríti, hogy a Buccaneers pantoljon.
rövid pályát kapnak a Delfinek, Skyler Thompson csapat irányítója, tehát hogy még csak nem is Teddy. Tehát az, hogy nem állítják be Tuát, hát persze, mert különben jönnének a haterek. Egyetlen egy incomplete pass után nyomás alól, és mondanák, hogy ah, hát nem lehet a csávóval nyerni. De hát akkor gondolom, hogy Teddy beáll, de még Teddy sem áll be. Azt mondják, játszon a 7. körös quarterback, és akkor ő fogja itt végig focizni a meccset. Mi van, ha fejbe vágják? Akkor Lynn Bowden jön be? Vagy a McDaniel? Még azt megnézném. Hát végül is nem lesz baja. Skyler Thompson élményt kapjuk. Milyen jó neki, érted? Úgy se lesz soha tét meccsen a pályán. Gesekivel játszik össze, egy 25 yardossal indul a menet. Gesekinek eddig mind végig egész karrierem alatt rosszul mondtam a nevét. Hát ne haragudjál, Mike, miért nem írtad? Mert hát ugye a leírás szerint ugye Gesekinek mondtam, de azt ennek kell mondani. Mint ahogy Heinekinél, meg Belicseknél megvan ez, hogy olykor megzavar az E betű, hogy mikor I betű, meg hang, hát leginkább hang. Úgyhogy Geseki. Próbálok majd figyelni rá, nem lesz könnyű. A játékosra már mind. Kiejtésre nehéz figyelni, játékosra könnyű. Cedric Wilson tapaszt kap. Úgy gondolom, hogy élesben majd mások is igényt tartanak erre, hogyha Dolphins fog támadni. Nem akarom nevesíteni, de ez most Wilsoné. A paszt elkapja Cedric? Elkapja. Alulértékelt igazolás. Kiváló volt a Dallasban, nagyon szerettem. Gólvonalas defense előlép Tampa Bay-nél, úgyhogy csak field goal, az jó. Tyler Johnson előtt egymásnak futnak a védők, biztos az ördöngős cselektől, hát nyilvánvaló. Aztán a cornerback feje fölül is leszed egyet Tyler Johnson. Ugye rossznak hívják a cornert, ez van a hátára írva, őt óvatosan szidjad. Miami meccseken, mert meghallja véletlen az elnök, aztán kitilt a stadionból. Play action löket Gabbert mintaszerűen Dardennek 7-3. Ugyanis touchdown volt. Hát Blaine Gabbert ilyen. Ő volt a kezdő, és hát nem véletlen, nem siettek Brady pótlásával. Mert hogy ahogy visszavonult Brady, hát azonnal mentek az agyalások, hogy kit hozzanak, de kell hozni, hát itt van Gabbert. Igaz, neki se volt akkor még szerződése, de hát mind végig az volt a terv, hogy valahogy meggyőzni, hogy Gabbert jöjjön vissza. És hát nem lettek volna bajban. Ezt már sose tudjuk meg, de ők tudni vélik. De hát így valószínűleg még Brady marad a kezdő. Azt mondják, hát fene tudja. Majd ő eldönti, hogy kit állít be. Thompson Wilsonnak passzol, még mindig játszik, még mindig működik. Én már jegelném a Cedric Wilsont, érted? Az ő korlapjával mondanám, hogy bubifólia, mert hát egyébként amikor bevonnák, hát akkor nyilván megfogja. Én azt mondom, hogy jöjjenek be az eladó játékosok. Mondogatták itt a Bowdent, a Preston Williams-t, hogy meg lehetne keresni, csörgetni őket. Több jó play egyébként nem jön ezután, amit Wilson bemutatott, hogy egy pont Miami részéről. Tresk áll be Tampa Bay-be, hát nagyon boldog vagyok, hogy végre azt a szerencsés Ryan Griffint elengedték, és nem akarják elérte tartani a depth charton, mert semmi értelme nem volt, úgyhogy másodéves, második körös Tresket tudjuk nézni. Cade Utton megkezdi Gronkowski-nak a pótlását, hát őt elsősorban azért hozták tight end posztra, hogy itt a preseasonban legyenek meg a célbavételek, sikerül. Távoli löket Scotty Miller nek nem jó, levédi őt Krassen. Én szerintem Scotty Millert ki fogják vágni. Tehát neki bizonyítani kellene, és hát elvileg ő a sebességéből él, de ehhez képest a távoli pontokon nem tud elszakadni, úgyhogy neked véged van, fiú. Nyilván máshova elviszik majd a ligában, de máshol valószínűleg kevesebb lesz az esély a gyűrűre, még hogyha a játékidőre több is. Itt szerintem ki fog esni a Pixisből, vagy már most is kiesett, aztán a keretből is. Rashad White-nak jön egy checkdown, és abból ő first down-ra váltja. Imádtam nézni a Rashad White highlight-okat, ugye. Highlight az mindig jó? Hát mondhatjuk így, de neki jó hosszú volt, meg láttam rajta, hogy ez a fiú, ez labdázni született, úgyhogy az igen jó játékosnak tűnik. Jó, behypoltam az előzetesbe. Nem sok mindenről volt szó, de Rashad White-ról volt. Tyler Johnson lepattan a védőről, aztán a másik irányba elkanyarodik, megvan belőle a nagy play. Tehát itt kikaparta magának, mert hát előzetesen amerre ment volna, arra nem bírt, és improvizál.
erre rendezői megoldás, bevágják Leftwich-et. Mint hogy legalábbis bármi köze lett volna ez a nagy játékhoz, érted? Az útvonal nem arra volt rajzolva. Vagy akkor ez egy ilyen pejoratív megoldás volt, hogy na mi van Leftwich, csak ebből jön a nagy play. Hát nem csak ebből jön. Vaughn segít magán, ő is bajba van. Ugye Keyshawn Vaughn, mert látja, hogy itt elhozták ezt a Rashad White-ot, ez egy elég jó gyerek. Úgyhogy Vaughn szegi magát nagyon. Egy 15 play-es drive-ot képzelj el a Tampa Bay-től, ha esetleg nem láttad, akkor el kell képzelni. Ebből az utolsó hét az olyan, hogy Vaughn fut a guard mögött. Egymás után behívják, olykor cserélnek is nem a jobb guard mögött, hanem a bal guard mögött, de ennyi kreativitás van, elég ez, hát Leftwich tudja, hogy mit csinál. Ez drive, ez arra elég, hogy a végén touchdown van. Úgyhogy így végig mennek. Hát a defense koordinátor Josh Boyer könnyek között nézi, hogy hallod, egy plate futtatnak, és végig megy rajtad a Keyshawn Vaughn. 14-3. Thompson play action dobás 30 yardot vág előre, a Sherfield üresen van, McDanielnek a barátja, hozta Frisco-ból. Mondjuk ott ilyen 30-valahány yardos útvonalak nem voltak, érted, mert a Jimmy-nek pazarlás lenne. Itt van, és hogyha van, akkor Skyler Thompson megtalálja, főleg az üres embert. Tanner Cunner is szedi a lábát, Idaho State legendája. Hát ő is milyen jó volt. Attól, hogy valaki az FCS-be játszott, még nem lesz a kedvencem, de aki jó játszott, hát azt, annak nyilván tudok szurkolni. Már is field goal távba viszi őket hosszú lábaival Cunner. Futásból mennyi van nekik, elmondjam? Nulla alatt. Tehát itt a Miami Dolphinsról beszélünk. Erősítettek a támadó falon, ugye? De nem játszanak azok, akiket hoztak erősíteni, tehát továbbra is a gyengékkel állnak ki, azok meg nem blokkolnak futást. Úgyhogy itt jó nullához közelítenek, de rossz irányból. Anthony Nelson védelemből minuszos szerelés, majd egy szek. Úgyhogy annyira tetszett nekik a Nelsonnak a teljesítménye, hogy azt mondták, hogy ebből a csávóból kellene még egy. Úgyhogy elhozták az Iker testvérét, Carl Nassib-et. Aláíratták, ugyanazt tudja a kettő. Field goal 52-ről Sanders kapuba, 6-14. Futás, nyomás, ez a drive kezdete, és hogyha nyomás, akkor check down. Mindegyiket Rashad White-nak, de nem várja, hogy neki dobná a check down-t az ember, hát kinek dobná? Kiesik a kezéből a labda, interception. Gustin volt az, aki a nyomást leginkább generálta, és aki leginkább huszkotta az irányítónak a felszerelését, az interception pedig Elijah Campbellnek írják be, Tampa Bay 22 yardosán szerzik meg a labdát a védő. Egyből célba veszi a célterületet Skyler Thompson, és ott Bowden megjátszható, nem zavartatja senki. Zion McCollum barátunk eltévedt. Sajnos ez már megtörtént vele a Sam Houston meccsenéken is, hogy ott kereste, hogy kit is kéne fognom. Aztán végül is nem jutott neki senki. 13-14 Bowden ezzel növeli értékét, hogy üresen touchdown tud szerezni, hát már is csörögnek a telefonok, hogy vinnék mindenhova. 2 perce van akkor Tresknek. Hudge az, aki egy strip sacket jegyez, Darius Hudge. Tavaly a Bengalsban volt, és igen jó ment a preszezonban, de évközben kilopták a gyakorló csapatból. Ő is ilyen off-ball linebacker, méretű, de edge-et szeret játszani. Ez alapszakaszban nem működik, preszezonban működik. Úgyhogy jön Hudge, ráver az irányítóra, kipattog a labda, Eguavon megszerzi, visszarohan touchdownra. Defense pontszerzés Miami. 7-esről jön újra a Bucks, de hát onnan már nehezen lesz pontszerzés, mert ugye idő is elment, messze is vannak. Azért a Tyler Johnson napi fantasy adatoknak ez jót tesz. Szoktatok játszani mi? Napi fantasy-t lehet egyáltalán Magyarországon? Biztos lehet. Úgyhogy hát főleg PPR-ban ez most a Tyler Johnsonnak az ideje. De hát aztán ennyi, ez a Campbell csávó keményen szerel, amellett, hogy ugye megvod neki a pikje, beleveti magát. Jó, szünet. Második félidőben a alapvetően Panther Kamarda újonc gyereknek a kirúgásával kezdődik, és kirúgja oldalt. Na hát gondold, rosszat tesz az esélyeinek, de nincs más. Ő az egyetlen, aki Panther poszton a keretben van.
hát Saka el tudja rúgni a kezdő rúgás, de hát nem szívesen. Úgyhogy hát Kamardában így is maximális bizalom. Újabb 30 pluszos play action rakéta a Dolphinsnál. Most Bowden megy el üresen, és természetesen jön a labda Thomsontól. Thomson jó benyomást tett ránk, ahhoz képest, hogy hetedik körös. És azon gondolkodjunk el, hogy vajon a Dolphinsnál majd így Tyreek Hill, meg Jalen Waddle is majd tétmérkőzéseken vajon el tud menni távolra tök üresen, hogyha meg Danielnek működik az elképzelése, és abból jöhetnek nagy játékok? Mert a Tagovailoa nyilván oda dobja majd nekik, hát arrafelől nincs kétségem. Egész biztatónak tűnik, hogy ez már Sherfield is, meg a Bowden is az összezavart védőktől el tud szakadni. Tampa Bay bemutatja az egzotikus blitz felállást, hát azon jót röhögtem, és ahelyett, hogy próbálnak kisilabizálni, hogy fú, most ki fog jönni, Gaskin érintés nélkül elmegy a futójátékkal, pedig hát ha valaki nem tud futni, az a Dolphins, úgyhogy Gaskin egészen a 7 yardosra cammog. Ott újra bizonyít a Bucksnak a gólvonalas védelme, azért be nem engednek, field goal csak 23-14. Rashad White, könnyed futás, igen jó nézni, ahogy mozog, hát mint hogyha testrésze lenne a labda. Tresk aztán a színbe induló Howland nevű fickónak ad egy 30 yardos paszt. Nagyobbnál nagyobb játékok. Más meccseken meg könyörögni kellene érte egyáltalán egy rohadás first down szülessen. De itt ez a Howland gyerek, ő a Yale-re járt állítólag, de hát egyáltalán nem biztos, hogy ő a legjobb tanuló Tampa Bay-ben, mert ugye Cameron Brate is itt van, akinek meg szintén nem volt soha négyese. Jared Stearns is felbukkan a mérkőzésen. Ugye tavaly Jared Stearnsnek a Western Kentucky-ban 150 elkapása volt. Másnak yardja nincs annyi, neki volt 150 elkapása. Most itt kettő van, az egyik az touchdown mellesleg. Ő egy alacsony gyerek, 5-8 magas azt hiszem, de fölfele kerekítve, és a 20-asról indul a slotból, de nem csak hozzávágják, aztán vigyed, amíg bírod, hanem fölívelik a célterületre az 5-8 magas Jared Stearnsnek emberrel. Felmegy érte, leszedi. Na, látod? Ezért volt ő receiving leader az egyetemi ligában. Hát meg lehet azt csinálni, hiába nagyobb a corner. Úgyhogy megvan. Újabb rossz szidás, mert hát a Miami cornere az rossz volt. Tulajdonos úr, rokon? Igazi pontháború alakul ki, de ezzel akkor kicsit megáll a pontháború. Eleve már a Deadmonnak majdnem sikerül elhagyni a kickoff return-t, de hát marad a Dolphinsnál, de hát 3-and-out Thomsonéknak, mert hát a kezek benne vannak a passzsávban, úgy meg azért nehéz támadni. Most egy Geiger nevű wide receiver gyerek az, aki átszeli a pályát keresztbe, mert nem látja ott a területet, hát akkor megfordul, és úgy keresztbe a pályán igen nagy előrehaladás. Ő se egy nagy darab gyerek, Texas Techről hozták, de hát látszik rajta, hogy szeret labdázni, és van benne rutinja, és tudja, mit kell kezdeni vele. Tresket nem hagyják békén, ő lenne a quarterback, hát őt ne hagyjátok. Így csak 54 yardos field goal a drive-nak a vége. José Borregales áll oda, és fordít. 24-23 az állás. Pályán a 33 éves Mohamed Sanu. Ez hát egész pontosan majd csak jövő héten lesz 33, szóval még fiatal ember, de hát ilyen gyerekek küzdenek a keretért, tehát ilyen első éves, másodévesek vannak a pályán leginkább, vagy aki már 4 éve practice squadban van, ugye, és Mohamed Sanu. Tehát meglátom, hogy ki a kakuk tojás azok közül, akik a gyepen vannak. Megfogja a labdát egyébként Mohamed. Thomson táncol a backfielden, 3. és 3, jön vele szembe a linebacker, és hát aránylag atletikus csávónak számít ez az irányító, nem tudja kimozdítani egyensúlyi helyzetéből, jól tükrözi a linebacker a mozgását, és végül is szerel Fatukasi, aki a kiváló Folorunsónak az öccse. Pont. Ez a Geiger gyerek, ez megnehezíti majd a rosterkátot, én azt látom, mert hát újabb 25 yardost kap el, a slotból indulva, én azt mondom, Scotty Miller hivatalosan is bajban van, tehát én leadnám a szerelést. Inkább még most mondd azt, hogy kilépsz, mint hogy kivágjanak. Azért a Dolphins fiatalok közül is van villogás, a megkülönböztethetetlen nevű DeAndre Johnson
nagy szerelése megtöri a drive-ot, onnan már nincs visszaút, úgyhogy ez is egy pont. Elindul a Dolphins, Sanu, illetve Ezukanma is hozzáér, ugye a két véglet itt az elkapó depth charton, mert nagyjából ugyanazért a helyért küzdenek, de hát Sanu a nagy öreg, akit már leírtunk, Ezukanma meg a negyedik körben választott Miami játékos, ami azért nagy szó, mert a Miaminek volt három draft pickje összesen, tehát az egyiket azt elhasználták Ezukanmára, tehát nyilván van valami terv vele. Ugyanúgy ugye Texas Tech-ben játszott, mint a Geiger, de most egymás ellen bosszú mérkőzés, vagy mi ez, párharcok rovat. Ez szerencsére nagyobb practice squad, tehát 16 játékos még be lehet tenni gyakorolni, de hát a Sanu már hova gyakoroljon, ugye? De minden esetre egy nehéz lesz beférni. Keressük a playmakereket nagyítóval a mérkőzéseken, itt meg ha adat annyian vannak, már nem tudjuk őket hova tenni. Hát mindig is erről volt híres ugye a Miami Dolphins. Skyler Thompson irányító fiú előtt kiürül a pálya. Elfut egészen a 20 yardos vonalra, az ellenfél 20 yardosára. Kellett ez már így a rushing átlagnak, mert hát ugye nulla körül egyensúlyoztak, igaz, Gaskin egyszer átvitte őket pozitívba, de hát ez így majd megnyomja, majd kiderül, hogy jó minden, ami a futást illeti. Aztán kidobna egyet Thompson az oldalvonalon kívülre, mert nincs belőle játék, de Dom Gardner, hát majd, hogy nem, visszaláb új hegyezi interceptionre. Nagyon nagy bravúr lett volna, a bossnak annyira tetszett, rádobta a pirosat, bár gondolom sejtette, hogy nem lesz meg. Kicsit kicsúszott még a harmadik lábúja Gardnernek, aki tavaly a South Dakota State Jackrabbitsben csinált hasonlóakat. Marad a labdabirtoklás a Miaminél, de O'Connor szekje miatt a Tampa Bay védelem örül a végén, és csak mezőnygorra kárhoztatja Jason Sanders-t. Ő egy automatikusan kapuba találó ember, úgyhogy most is így van. A teher az átszáll Kyle Treskre, kell a pont. Hátrányban vannak, de satúba kerül, és földre húzzák. Megint a DeAndre Johnson nevű, aki odaér és a nyomást generálja. Úgyhogy a pont következik, és azzal jól megy vissza Lynn Bowden. Miami is 3 and out-tal jön, pedig harmadikra úgy volt a defense felállás, ugye a váltás után, ami a személyzetet illeti, hogy egy 53-as számú ember ment ki cornerbacknek. Na most ez nekem gyanús, hogy nem a legjobb cornerback vagy coverage skillekkel bír, úgyhogy ezt azonnal tesztelném, de itt az irányító fiú nem néz arra. Skyler Thompson ott belül keres valamit a számok között, az nem sikerül, úgyhogy ez is pont, és újabb esélye Tampa Bay-nek a fordításra. Kenyon Barner, vagy Kenyon Barner nagy futása, hallott ég a pofám 2013-as draft, azt a mai napig rosszul mondom a nevét. Még egyszer jól mondtam, egyszer rosszul. Barner nagy futása szabálytalan, így apró lépésekkel indulnak Geigerék, de indulnak. Trill Williams egy szerelésnél sajnos úgy megsérül Dolphins defensive backje, hogy injured reserve-re rakják, az ott egy szomorú esemény volt, itt 2 percnél is kevesebb van már a meccsből, aztán pont most kidőlt. Ugye azok a szabályok, hogy akit a szezon kezdet előtt IR-re raknak, azt már nem is lehet levenni, hogyha minden igaz, vagy ez csak a preseason előttre vonatkozik? Na most belementem az okoskodásba, ahelyett, hogy utána olvastam volna. 3. és 21. Barnernek jó a passz, azzal felezi nagyjából a távolságot, a 21-et, majd időkérés nélkül fellövi Tresk Stearns irányába, aki átjut a logón. Támadó falban egyébként Gadecki, ugye legfontosabb, mert ő a kezdőcsapatba pályázik, és végig fent van a pályán, mint balgárd. Nem árt végig játszani, ugye, mert régen tekül volt, úgyhogy itt majd komoly szerepe lesz, én azt gondolom, amikor még Brady is ráér majd. Tresk előre lövi a lehető legalacsonyabb célpontnak, aki a pályán van. Nem könnyű, ugye, itt van ez a Geiger, itt van a Stearns, hát egyik se egy égi messzelő, de van náluk is alacsonyabb, a Devon Tompkins. Úgy gondolják, hogy figyelj, te vagy a legkisebb, neked fölíveljük. Fölívelik, megfogja. Hát ez is egy milyen ügyes játékos a Utah State-ből. Megvan a lőtávolság. 49 yardról Borregales. Kapufa. Úgyhogy dráma, itt a vége, végül is Tampa Bay veszített. Rendkívül közönség szórakoztató mérkőzést játottak a Miamivel.
és voltak bőven kiváló egyéni teljesítmények az újonc fiúktól. Nyilván voltak rosszak is, de ez már csak ilyen, általában rosszakat könnyű megtalálni, de itt én azt gondolom, hogy sok pozícióban többen is fel tudták a figyelmet hívni magukra, akiknek meg kell jegyezni a nevét, és esetleg nem várt versenyhelyzetet tudnak bizonyos posztokon majd keverni a roster szűkítésnél, úgyhogy ez egy remek meccs volt. Sok tehetséges ember, hogyha focizik egymás ellen, az általában jó futballt hoz, de hát nem mindig ez történik sajnos itt a preszezonban. Majd még utána megyünk, hogy a maradék mérkőzéseken mi történt, mert még van három, amit nem láttam, és amiről majd szeretnék nektek is beszámolni, amint ez megtörténik, ezt valószínűleg holnapi napon fogjuk megejteni. Várlak titeket azokra is, az előző adásban nem tudtam elbúcsúzni megfelelően, úgyhogy ezt most megteszem. Köszönöm duplán a figyelmet az előzőre is, meg most is, hogyha itt vagytok, és várlak vissza az első preszezon hétnek a záró adására. Külön köszönöm a pártoltaoknak, akik támogatják a csatorna működését hosszú-hosszú hónapok óta, és tartsátok meg jó szokásotokat, esetleg valaki csatlakozna, azt sem bánjuk. És akkor legközelebb, remélem, hogy akkor holnap is tudunk találkozni. Szevasztok!